Az európai bölényborjú születését megelőző pillanatokat vették fel a nyíregyházi állatpark gondozói. A faj a természetben már kipusztult, az utolsó vadon élő példányt 1919. február 21-én egy vadorzó ölte meg. Az állatkertekben azonban 56 egyed megmaradt, ebből a populációból pedig sikerült visszatelepíteni őket a természetbe. Ma már mintegy 1000 példány él szabadon, számos egyed pedig állatkertekben. A Nyíregyházi Állatpark Kárpát-medencét bemutató kifutó rendszerében élnek az európai bölények. Az itt élő egyedek egy különleges tenyészprogram keretében kerültek hozzánk. Egy hetes most a legifjabb apróság, és vele együtt már 5 tagot számlál az európai bölénycsapat. Egy igazán masszív, erőteljes kisbika látott napvilágot, akinek végig tudtunk nézni a születését is, és másfél órával a születése után már csatlakozott az 5-fős európai bölénycsapathoz. Jelenleg az apróság anyatejjel táplálkozik, de hamarosan elkezdi a szálas takarmány fogyasztását is. Hogy testtömegét tekintve mekkora, körülbelül most 30 kg-os. De mivel egy bikáról van szó, akár 800 kg-os testsúlyt is elérheti. A bölényállomány mellett a rágcsálók is többen lettek az elmúlt napokban. A pampanyúl, vagy más néven nagymara, a föld második legnagyobb rágcsálója. Bár a tengeri malacok családjába tartozik, leginkább egy nyúl és ősz keresztezésére hasonlít. A nyíregyházi állatparkban 3 tenyészpárt is tartanak, most májusra már mindháromnak születtek kölykei. Igazán különleges rágcsáló a nagymara, vagy más néven pampanyúl, hiszen a rágcsálóktól eltérően alapvetően monogám párkapcsolatban él. Ennek legfőbb oka az, hogy nagyon rövid ideig tart a párzási időszak, fél évente csupán pár óráig. Éppen ezért a hím nem szeretne lemaradni az ivarzási időszakról, ezért állandóan nősténye nyomában jár. A másik ok viszont az, hogy nagyon sok energiát emészt fel a nőstény számára az utódnevelés, ezért állandóan ennie kell, így a hím az őrzője, aki védi a lehetséges ragadozóktól. A pampanyúl kölykök még sokat tartózkodnak a kotorékban, de napfürdőzni és táplálkozni már kijárnak, így a látogatók is megtekinthetik őket az Andok-Kalandok kifutórendszerben.